Igen, a mai alkalom most a minősítésekről fog szólni, és a HUGVC vállalati tagjaink tapasztalatait fogják az előadók elmondani. Lájer Dórát köszöntöm itt, aki projektmenedzser a Realiscon Kft-nél, és nem utolsó sorban a HUGVC elnökségi tagja. Itt van velünk Szilcsák Norbert, aki zöldépület tanácsadás üzletek vezető a Colliers-nél, valamint Ferenc Edit, aki fenntarthatósági referens a Futureal Groupnál. A három szakember három minősítési rendszer rejtelmeibe és változásaiba, tapasztalataiba fogja önöket bevezetni. Dóra a BRIM-ről, Norbert a LEED-ről és Ferenc Edit pedig a WELL-ről fog beszélni. A negyedik minősítési rendszer is használatban van Magyarországon, bár még csak 3-4 projekt került minősítésre az úgynevezett DGNB, német minősítési rendszer által. Így bevezetésképpen, mielőtt átadnám a szót az előadóknak, egy-két statisztikai adatot osztanék meg önökkel. Ugye nagyon fontos az, hogy a magyar piacon a felső kategóriás irodaházak tekintetében már bérlői, illetve egyéb érintett fél elvárás az, hogy minősítettek legyenek ezek az iroda területek, és Magyarországon már több mint 270 épület minősített egyébként, és hogyha az iroda állományt tekintjük magát, akkor tavaly 160 ezer négyzetméternyi iroda területet Budapesten például minősítve, az azt jelenti, hogy ma már 1,7 millió négyzetméter az, amely minősített az összes modern irodák területét tekintve, és ez a 44%-a az összes modern irodaterületnek. Hogyha az épületek számát tekintjük, akkor pedig ezek a minősített irodaházak, modern irodaházak 24%-át teszik ki. Tehát van még bőven fejlődési lehetőség, illetve vannak olyan területek, ahol begyűrűzni látszanak a minősítő rendszerek, ilyenek az ipari épületek, illetve a logisztikai épületek, ahol szintén egyre nagyobb piaci elvárás a minősítés, de erről majd akkor talán bővebben beszélnek az előadók. Úgyhogy ennél akkor átadnám a szót első előadónak, Lájer Dórának, aki a BRIM minősítési rendszerről fog előadást tartani. Szervusztok! Megosztom a képernyőmet. Egy pillanat. És akkor bele is kezdtek. Szóval jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm a hallgatóságot. Először is szeretnék egy kicsit bemutatkozni. Plája Dóra vagyok, a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem, okleveles építészmérnökként. Majd egy rövid tervezői pályafutás után koordinációs és menedzsment vonalon találtam meg a helyem az építőiparban. 2017 óta a Realiscon Kft. Munkatársa vagyok, ahol kezdetekben klasszikus projektmenedzsment feladatokat láttam el, miközben elkezdtem a tanulmányaimat a zöld minősítések terén. 2018 óta foglalkozom BRIM minősítésekkel. Cégünk már a teljes fenntarthatósági csapattal rendelkezik, lefedve a LEED és a WELL minősítések folyamatait is. Engedjétek meg, hogy mielőtt a tárgyra térek, pár percben összefoglaljam a BRIM minősítés keretrendszerét, és remélem fogok tudni újat mondani azoknak is, akik már ismerik a folyamatot. A BRIM a világ egyik vezető fenntarthatósági értékelési módszere az általános tervezési projektek számára, melyet a BRIM Global 1990-ben indított el, és 2008-ban adta ki a nemzetközi verzióját. Elismeri és tükrözi a jobb teljesítményű épített környezet értékét a teljes életciklusa során, az új építéstől a használatban lévő és felújított épületekig. A minősített fejlesztések fenntarthatóbb környezetet jelentenek, amely növeli a benne élő és dolgozó emberek jólétét, hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez, és vonzóbbá teszi az ingatlanokat a piacon, mind befektetői, mind pedig bérlői oldalon. A minősítés folyamata segít az ügyfeleknek az üzemeltetési költségek csökkentésében, a piaci értéken keresztül a megtérülés maximalizálásában, a bérlők vonzásában és megtartásában, valamint a kockázatok kezelésében és mérséklésében azáltal, hogy az előkészítés, a tervezés, a kivitelezés, üzemeltetés vagy a felújítás során nemzetközileg elismert és megbízható keretrendszer szerint bizonyítja a fenntarthatósági teljesítményt. Teljesítendő referencia értékeket használ meg szabványos fejlesztések, például irodák vagy hotelek számára,
és egyedi rendszert, úgynevezett bespoke rendszert kínál a nem szabványos épületek, például múzeumok vagy stadionok számára. A bespoke rendszernél a BRI minden épületre egyedileg határozza meg, hogy melyik kritériumok és milyen üzemeltetéssel vonatkoznak a projektre. A BRIM értékeléseket úgynevezett asszeszorok végzik egy 9 fejezetet tartalmazó pontozási rendszer alapján. Ezek a fejezetek a menedzsment, az egészség és jólét, az energia, a közlekedés, a vízhasználat, az anyaghasználat, a hulladékkezelés, földhasználat és ökológia, valamint a környezetszennyezés. Az innováció kategóriában a BRIM elismeri az épületek átlagon felüli teljesítményét egy-egy területen. Az egyes fejezetekben elért pontokat az adott kategóriának megfelelő súlyozással kell figyelembe venni, mely függ az éghajlattól, lokációtól, vagy többek között például a természeti katasztrófák jelenlététől is. Az összpontszámhoz viszonyított súlyozott pontszám megadja, hogy a BRIM minősítés mely szintjét éri el a projekt. Ezek az elfogadható, megfelelt, nagyon jó, jó, nagyon jó, kiváló és kiemelkedő szintek. Általánosságban elmondható, hogy a magyar piacon a very good, azaz a nagyon jó minősítési szint alapelvárás, ez alá az ügyfelek gazdasági okokból általában nem céloznak. A kategóriák súlyozása lehetőséget ad arra, hogy a rendszer rugalmas maradjon, és az ügyfél úgymond megválogathassa, hogy mely kategóriákból mely pontokat szeretné elérni, tehát a BRIM pontok többsége elcserélhető, és így az egyik területen való meg nem felelés egy másik területen való megfeleléssel ellensúlyozható a kívánt cél elérésének érdekében. Annak biztosítása érdekében azonban, hogy az alapvető környezetvédelmi szempontok teljesítése ne maradjon figyelmen kívül egy adott minősítési szint elérésének érdekében, a BRIM minimális teljesítménykövetelményeket határoz meg a kulcsfontosságú területeken, mint például energia, víz vagy hulladékkezelés tekintetében. Egy adott minősítési szint eléréséhez tehát el kell érni a minimális százalékos összpontszámot, valamint az adott szinthez tartozó minimum követelményeket mind teljesíteni kell. A különböző életciklusokban lévő épületeket különböző BRIM sémák alapján kell értékelni. A meglévő épületeknél a BRIM in Use rendszer kézikönyve használandó, ahol az épület fizikai tulajdonságait, mint asset performance, illetve az épület üzemeltetés folyamatait, mint management performance lehet minősíteni. Ez a minősítési folyamat alapvetően eltér az új építésű és a felújításon áteső épületek minősítési folyamától. 3 évig érvényes, melyet minden 3. év után újra el kell végezni, így biztosítva, hogy az épület minősítési szintje tükrözze az aktuális teljesítményt. A BRI Global 2015 óta tavaly 2021-ben adta ki a frissített nemzetközi kézikönyvét, ami leköveti az elmúlt 6 év jogszabályi változásait. A szigorodó követelményeknek való megfelelés és a már minősített épületeknél a megtartani kívánt minősítési szint ösztönzi az épület tulajdonosokat ingatlanjaik folyamatos fejlesztésére. Az új építésű és felújításon áteső irodaházak minősítésére a New Construction és a Refurbishment sémákat kell alkalmazni. Bár a felújításra vonatkozó kézikönyv 2015 óta még nem került frissítésre, az új építésre pedig tavaly ugyancsak kijött egy frissített verzió, ez a két minősítési szint szerkezetét és folyamatát tekintve megegyezik. Minden projekt folyamán általában sor kerül egy előzetes értékelésre, úgynevezett pre-assessment, melyben a projekt kezdeti, lehetőség szerint még a tervezést megelőző stádiumában meghatározásra kerülnek az ügyfél által megcélozni kívánt pontok, amely iránymutatást ad a tervezőknek, hogy mely tervezési aspektusokat kell javítaniuk a kívánt minősítés eléréséhez. A tervezési szakasz lezárását követően sor kerülhet egy közbenső minősítésre, úgynevezett Design Stage Assessment, amely tükrözi, hogy az adott időpillanatban milyen minősítést érne el az épület, ha minden a terveknek megfelelően készülne. A tervezési szakasz minősítése után a kivitelezési fázisban olyan extra kritériumokat is vizsgál a BRIM, mely a kivitelezés minőségét befolyásolja, például az organizációs helyszín kultúrát kialakítása, és ezáltal a megfelelő munkahelyi körülmények megteremtése a kivitelező szakcégek számára, vagy különböző szelektív hulladékáramok meghatározása, hulladékszortírozás és megfelelő újrahasznosítóba való küldése, vagy például a gépészeti rendszerek teljes körű beszabályozásának folyamata az optimális üzemelést ezáltal előkészítve.
Az átadás átvételt követően kerül sor a végleges, úgynevezett Post-Construction Stage Assessment minősítésre, mely a minősítés kiadásának pillanatában érvényes, elévülési ideje nincs. Az így módon megszerzett minősítés elévülési idejét a piac változása és megítélése szabja meg, amikor az épület tulajdonosnak el kell döntenie, hogy elkezdi a már üzemelő épületének az in-use minősítését és épületének további fejlesztését, vagy szembenéz a minősítés elévülésével és ezáltal akár bérlőinek elvesztésével. Alapvető különbség a két rendszer között, hogy az új építésnél kidolgozottsági szinteket tudunk meghatározni. Ezek a szintek a shell only, teherhordó és vászszerkezet, a shell and core, szerkezet és alapvető gépészeti rendszerek, valamint a fully fitted, azaz kulcsra kész kidolgozottságok, amelyek azt tükrözik, hogy a fejlesztő meddig a pontig fejleszti az adott épületét, és ezáltal meddig a kidolgozottsági szintig minősíti azt. Egy meglévő épület felújításnál bonyolultabb a helyzet, mivel a felújítás mértékétől függ, hogy mely kritériumokat tudja megcélozni egy adott fejlesztés. A felújítási, azaz refurbishment sémában négy részt határozott meg a BRI, melyek kombinálása szabadon megválasztható. Ezek a részek a Part 1 Fabricant Structure, például egy tető vagy homlokzat felújítás kapcsán, a Part 2 Core Services, a központi gépészeti rendszerek felújítása kapcsán, a Part 3 Local Services, a világítás és különböző egymástól független gépészeti rendszerek felújítása kapcsán, valamint a Part 4 Fit-out belső építészeti felújítás kapcsán. Amennyiben a felújítás minden részt érint, úgy teljes körű felújításnak, azaz Major Renovation-nak nevezzük, és mind a négy részt belevesszük a minősítésbe, de az ügyfél egyelőre szabadon megválaszthatja, hogy mely részekben kíván indulni. Magyarországon a leggyakoribb eset, hogy a fejlesztők például egy irodaházat vagy egy logisztikai épületet shell and core állapotig fejlesztenek, így a minősítés is ezt tükrözi, majd átadják bérlőiknek azt a bérleményük kialakítására. Nemzetközi cégeknél bérlői oldalon egyre nagyobb elvárás az irodájuk teljes körű minősítésének megléte, ezért egyre gyakoribb eset, hogy egy új épületnél a fejlesztő által megszerzett shell and core minősítési szintet a bérlő kiegészíti a refurbishment séma negyedik részének, azaz a fit-out kialakítás minősítésének megszerzésével, ami egyenértékű egy új építés sémájának kulcsra kész, azaz fully fitted minősítésével. Ön szerintetek hány BREEAM refurbishment sémában minősített épület található Magyarországon? Itt kellene lennie egy szavazásnak. Igen, a szavazást elindítottuk, és várjuk a válaszokat, és ne felejtsék el majd megnyomni az elküld vagy submit gombot, hogy kapjuk meg a válaszokat. Szuper, úgy látom, hogy a legtöbb szavazat a 12-re érkezett. Nos, egyelőre a magyar piacon egyetlen egy projekt kapott úgynevezett közbelső, azaz tervezésre vonatkozó minősítést a felújítási sémába, ami, mint látjátok, elenyésző szám ahhoz képest, hogy mennyi új építésű, illetve üzemelő épület célozza meg a minősítést. Ezért fontosnak tartom, hogy a felújítás közbeni minősítéseket népszerűsítsük, hiszen ha egy épület a felújítást követően in-use, azaz üzemelő épület minősítésért folyamodik, nagy valószínűséggel nem fog tudni olyan szintet elérni, amit elérhetne, ha a kritériumokat már figyelembe vette volna a felújítás tervezési fázisa folyamán. Andrássy úti projektünk kapcsán feladatunk volt az ügyfél elé tárni ezt a kockázatot, melyet megfontolva in-use minősítés helyett belevágott a felújítás közbeni minősítési folyamatba. Jelenleg a projekt tervezési szakaszára vonatkozó úgynevezett Quality Assurance van folyamatban, amely a BRI minőségellenőrzési folyamata, ahol a minősítők vagy az asszeszorok munkáját ellenőrzi, biztosítva ezzel az ügyfeleket a minősítésük értékének fenntartásáról. Épületünk egy meglévő, az Andrássy út elején található 1884-ben épült teljes háztömb. Funkciójában irodaház, földszintjén retail egységekkel.
A fejlesztő, mint az irodaházak legtöbbjét a piacon, csak sellentkor kidolgozottsági szintig kívánja kialakítani, teret adva jövőbeli bérlőinek saját irodájuk egyedi kialakítására. Bérlői nem ismertek, tehát a fejlesztés spekulatív, így a refurbishment minősítés negyedik része, a fit-out kialakítás kiesett a minősítés hatája alól. Külső és belső homlokzatai, illetve bizonyos belső terei, mint például a bejáratok, lépcsőháza, az eredeti tetőszerkezet és az első emeleti régi Krausz lakás műemlékvédelem alatt áll. Mivel az épület teljes felújításon esett át 2001-ben, és azóta tartó szerkezetében sem alakultak ki állékonysági problémák, fa geréptokos ablakai is csak kisebb javításra szorulnak, ezért a műemlék védett homlokzat javításán és tisztításán kívül sem az épület burkot, sem pedig a tartó szerkezetet nem érinti a felújítás. A külső burok hőtechnikai teljesítményén való javítás lehetősége felmerült, de kívülről a műemléki homlokzatot nem lehet leszigetelni, belülről a fejlesztő pedig természetesen nem kívánta hasznos, kiadható alapterületből elveszíteni. Műemléki ablakaiban az üvegezés vastagsága nem növelhető. Ezáltal a refurbishment séma első része, azaz a fabric and structure rész kiesik a minősítési folyamatból. Ezzel párhuzamosan a 312/2012-es kormányrendelet alapján, mivel az épület hasznos alapterülete nem változik, az épület mentesül a szokásos építési engedélyezési eljárás folyamata alól, ugyanakkor műemléki elemei miatt köteles örökségvédelmi eljárást lefolytatni és engedélyeztetni a kívánt belső átalakítást. A projekt összesítve minősítés során a Part 2 központi gépészeti rendszerfelújítás, illetve a Part 3 világítás és lokális gépészeti rendszerek részeiben tudott volna indulni. Mérlegelve azt, hogy a világítás kiépítése a közös területeken kívül a bérlői kialakításokhoz tartozik, az ügyfél úgy döntött, hogy csak a Part 2 Core Services felújítás részben indul a BREEAM minősítés megszerzése során. A minősítés fókusz területe tehát a gépészeti rendszerek felújítása lett. A tervező csapat koncepció szinten vizsgálta, hogy a tetőn elhelyezkedő gépészeti udvart lehet-e bővíteni, annak érdekében, hogy zöldebb gépészeti rendszer, például egy VRV rendszer kerüljön kiépítésre a szokásos folyadékhűtő és gázkazán kombináció helyett, de a hatóság hivatkozva a tetőkubusának műemléki jellegére, ennek bármi nemű bővítését elutasította. Vizsgálták továbbá, hogy lehet-e a tetőség belső oldalára, az utcáról nézve rejtett módon napelemeket telepíteni, de kiderült, hogy ez a tető tartószerkezetének megerősítésére lenne szükség, mely ugyancsak örökségvédelmi eljárás köteles lenne műemléki jellege miatt, így az ügyfél ezt financiális okok miatt elvetette. A tető héjalásának cseréjével mindenképpen számolnia kellett, mivel az aszbeszt tartalmú palát mind a magyar jogszabályok, mind pedig a BREEAM követelmények miatt megfelelő gondossággal el kell bontani, veszélyes hulladékként kezelni, elszállítani, majd újra burkolni. Nehezebb a helyzet, amikor a magyar jogszabályok nem, a BREEAM követelmények viszont vonatkoznak az épületre. A műemléki épületfelújítás ugyanis nem esik a 7/2006-os TNM rendelet energetikai kritériumainak hatája alá, de mivel a BREEAM minősítés a jogszabályt leköveti és erősen súlyozva pontozza, ezért a lehető legoptimálisabb gépészeti rendszer megtervezésében a szakági tervezőknek kulcsfontosságú szerepe volt. A megfontolásoknak köszönhetően az épület a felújítást követően várhatóan körülbelül 35%-kal kevesebb széndioxidot fog kibocsátani, mint felújítás előtt, hozzájárulva ezzel meglévő épületállományunk karbonlábnyomának csökkentéséhez. További nehézséget jelentett, hogy az épület műemléki homlokzatán a díszvilágítás felújításra szorul, de a piaci körülmények miatt a nem építési engedély köteles munkák prioritást élveztek, így a tervezési fázisban a díszvilágítás csak koncepció tervfázisig lett kidolgozva, ami nem elégíti ki a BREEAM kültéri világítással szemben támasztott követelményeit, az örökségvédelmi engedélyezési eljárást az ügyfél viszont csak a kivitelezés alatt kívánja lefolytatni, összeegyeztetve a kivitelezés ütemezésével. Mivel más kültéri világítása a projektnek nincs, a beruházó vállalta a pontok elvesztését a tervezési fázisban, remélve, hogy a dokumentációt a kivitelezési fázisban még benyújthatja. A tervezési folyamat minősítésének végére, látva a projekt nehézségeit, felmerült a kérdés, hogy a projekt alkalmas lett volna a bespoke, azaz az egyedi minősítési struktúra igénylésére.
Úgyhogy feltenném a kérdést, hogy önök szerintetek hány egyedi, azaz BREEAM BISPOK eljárás szerint minősített épület található Magyarországon, nem számolva a tervezési folyamat közbenső minősítését. Nagyszerű. A magyar piacon csak az elmúlt pár évben jelent meg a BISPOK minősítés, és összesen még csak 3 épületnek van végleges minősítése egyedi rendszerben. Úgyhogy innen is látjuk, hogy van még hova fejlődnünk. Fontos tudatosítanunk, hogy bár az idősek egészségi állapotában tapasztalható eltérések egy része genetikai eredetű, a legtöbbet az emberek fizikai és társadalmi környezete, beleértve az otthonunkat, a szomszédságunkat, közösségeket és a munkahelyünket okozzák, ezért kiemelkedően fontos, hogy a minősítések által nyújtott holisztikus tervezési és kivitelezési elveket implementálva fenntartható és egészséges épített környezetet teremtsünk. Köszönöm a figyelmet, és ezzel át is adnám a szót a Szircsák Norbert kollégának. Köszönjük szépen, Dóri, az előadást. Amíg Norbi megosztja a képernyőjét, addig én itt kifejezném a köszönetemet felét, hogy a műemlék jellegű műemléképületekre is kitértél, és egy közelmúltból kiragadott példán keresztül végigvezetted a hallgatóságot a buktatókon, illetve a kihívásokon. Annál is inkább fontos egyébként a BREEAM minősítésről beszélni, mert hogy a bevezetőben említettem, több mint 270, pontosan 274 minősített épület van Magyarországon, és abból 202 BREEAM minősített. Úgyhogy köszönjük szépen az előadásodat, és akkor Norbi a LEED-ről fog beszélni, akkor a BREEAM, vagy a LEED-re is mondanék egy számot, a 274-ből a 70-es szám tartozik a LEED minősített épületekhez. De egyébként Nyugat-Európában, illetve az USA-ban pedig a LEED a vezető minősítési rendszer egyébként. Átadom a szót, Norbi. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye Szircsák Norbert vagyok, a Koliász zöld épület tanácsadási üzletágának a vezetője, és ahogy Henny elmondta az előbb, most a LEED minősítésnek, abból is a létező épületekre elnyerhető úgynevezett O+M, az Operation and Maintenance minősítésről fogok beszélni. Ugye a mai témánk a, hogy hol történtek nagy változások, és én azt gondolom, hogy ez talán az egyik legjelentősebb változás, ami mostanában történt a LEED épület minősítésben, hogy teljesen átdolgozták a létező épületekre megszerezhető rendszert. Ugye eddig is lehetett épületeket minősíteni, ezért is örülök, hogy Dóra említette, hogy milyen típusú minősítések léteznek. A BREEAM esetében ugyanez előfordult, ugyanezek a minősítések vannak a LEED esetében is, tehát új épületre, meglévő épületre, belső terekre. És a létező épületek minősítése a LEED esetében eddig csak és kizárólag épületet, tehát egy meglévő épületet lehetett minősíteni, és az egyik legnagyobb változás, hogy most már belső tereket is lehet minősíteni, tehát egy épületen belül, hát praktikusan egy irodaterület, vagy hogyha nem irodákról beszélünk, akkor mondjuk egy kiskereskedelmi egységet, egy plázán belül, stb. Tehát most már belső tereket is lehet minősíteni a létező épületek rendszerben, ugye ez eddig is volt a LEED-nél, az úgynevezett commercial interiors minősítés, de az csak akkor lehetett elérni, hogyha egy teljesen új irodaterületet, vagy bármilyen területet építünk ki az épületen belül, vagy pedig egy jelentősebb felújítást végzünk. Most már jelentős felújítás nélkül is egy teljesen hagyományos, meglévő és már üzemelő irodaterületet is, vagy belső területet is tudunk minősíteni, és megjelent az újra minősítés is, kicsit markánsabban. Ugye eddig is az volt, hogy a LEED létező épületekre létrehozott minősítése 5 évre szól a megszerzéstől, és utána újra kell minősíteni. Viszont eddig nem volt hangsúlyos a például az új építés alatt megnyert minősítések, vagy a már említett új irodakialakítások, tehát a commercial interiors minősítéseknek az újra minősítése, és erre most a LEED most már nagyobb hangsúlyt fektet. Az ügyfeleimtől nagyon sokszor megkapom azt a kérdést, hogy egy új épület minősítés az mennyi időre szól. És akkor ugye mindig elmondom, hogy ez gyakorlatilag örök életre szól, tehát ez a
épület abban az évben, amikor megépült, akkor a LEED standardek, vagy BREEAM esetén a BREEAM standardek szerint épült meg, és ezért viselheti a minősítést, nem kell megújítani, nincsen lejárta. És most már a LEED ez propagálja azt, hogy minősítsük újra, és ez kicsit egyszerűsíti is nekünk tehát egy létező épület minősítéséhez képest még egyszerűbb, hogyha újra minősítést kell csinálnunk. Tehát ez a két fő dolog, ami bejött, a belső terek minősítése és egy egyszerűsített újra minősítési lehetőség, ami már nem csak egész épületekre vonatkozik, hanem korábban új épületként elnyert minősítésekre, vagy korábban új belső terekként elnyert minősítésekre. És akkor rögtön az elején fel is dobnék egy szavazást, ami úgy szól, hogy a teljes minősített budapesti modern irodaterület hány százaléka az, ami létező épületre elnyert minősítés. Itt BREEAM LEED együttvéve. Ugye 48, 57, 65 vagy 70 százalék. Így bízom benne, hogy felkerült a szavazás. És majd kérnék egy kis segítséget, hogy mikor fedhetem fel. Mindjárt várjuk még a szavazatokat. Uh-huh. Látjuk, hogy mennyien szavaznak, és akkor mindjárt le is állítjuk. Látod Norbi a képernyőn? Én nem látom a szavazást. Jó, mert akkor valószínűleg nem panelisztként vagy beregisztrálva. Na, akkor felolvasnám. A résztvevők 48%-ra, résztvevők közül a 48%-ra voksolt 48%. Ez ilyen érdekes szám, igen. Az 57%-ra 30%, a 65%-ra 11%, és a 70%-ra is 11% voksolt. Na, melyik az igaz? Akkor nézzük a megfejtést, 57%. Én azt hittem, hogy eltalálják, mert egyébként a Dóra diájáról volt egy-két szlájd, amiből lehetett volna következtetni, hogyha valaki kiszúrta. És be is tettem ide egyébként ugye az összes minősítés a budapesti iroda piacon megoszlását, négyzetméter alapon, hogy hogyan épül fel. Ugye összesen, hát ez 2021 évvégi adott, azóta egy picit nőtt, ugye közel 4 millió négyzetméter, most már több mint 4 millió négyzetméter a budapesti modern irodaállomány, ebből olyan 1 millió 800 ezer négyzetméter minősített, és ahogy látjátok itt a kék színű oldalát az ábrának, ugye a LEED működő épületekre elnyert minősítése teszik ki kb. 7,4%-át, és a BREEAM teszik ki hát majdnem az 50%-át, a BREEAM In-Use minősítés. És ugye a LEED és a BREEAM új épületek esetében hasonló terület alapon a minősítés, ugye említettük a DGNB minősítés is, hogy összesen 3 van belőle, ami az irodákat illeti. És van ez, amit említettem, ez a LEED belső kialakítás, ez a Commercial Interiors, ami új kialakításra elnyert minősítés, ugye ennek van még egy közel 3%-os részesedése. És ugye miért van ez? El lehet mondani, hogy a Dóra előadása alatt is, hogy a BREEAM-nek az In-Use minősítését el lehet nyerni magára az épületre, aztán ez a part egy asset, aztán van a part 2 management, ami az üzemeltetésre elnyerhető, és van egy úgynevezett part 3, ami pedig maga a szervezeti működése, tehát például egy bérlő a saját működésére tudja elnyerni. Ezáltal ez a 3 minősítés külön-külön megszerezhető, tehát dönthet valaki úgy, hogy csak az épületre szerzi meg, és ez egy viszonylag egyszerű, költséghatékony minősítés, ezért nagyon kedvelt a magyar irodapiacon, de egyébként világszerte is. Ez az oka ennek a nagy aránynak. Ugye ehhez képest a LEED létező épület minősítése a korábban úgy működött, és igen most is így működik, csak majd elmondom, hogy mik a nagyobb változások, hogy ezt a 3 területet ezt egyben kezeli. Tehát vizsgálja az épületet, vizsgálja az üzemeltetést, és vizsgálja az azon belül a bérlők működését is, tehát egy ilyen holisztikus szemléleten belül az egészet vizsgálja.
Ugye az előző verzióban, ami 4.0-ás néven fut, ami még megegyezik a hagyományos LEED verziókkal, amiben még nem történt olyan jelentős változás, mint amilyenekről nem sokára beszélni fogok. Ugye az ingatlan adottságait nézi, a tényleges energiafogyasztási adatokat, ugye az üzemeltetést, hogyan üzemeltetjük a házat, és a bérlői működés is figyelembevételre kerül. A legtöbb pontot a közlekedési felmérés adja, tehát meg kell vizsgálnunk, hogy a ház használók, a bérlők hogyan ingáznak az irodába, autóval, tömegközlekedéssel, stb. Ez egy jelentős részét képviselte, és egyébként képviseli most is. Ugye nagyon sok az ilyen üzemeltetésre vonatkozó irányelv, mint a zöld takarítás, vagy a külső felületek karbantartása, vagy a fenntartható beszerzés, ami szintén ketté van osztva az épületüzemeltetésre, illetve a bérlőkre is, hogyha csatlakoznak. Van hulladék audit, hogyha nem érünk el egy bizonyos mennyiségű szelektív hulladék hasznosítási arányt, akkor meg kell vizsgálni, hogy a kommunális hulladékunkban mennyi az, ami egyébként újrahasznosítható lenne. Ugye ez 12 követelményt tartalmazott, mindeddig 36 opcionális követelményt, és ugye ebből állt össze a minősítés, és 5 évre szólt. Ugye ez az előző rendszer. Most ehhez képest a legújabb verzió, a 4.1-es LEED verzió, amint látjuk jelentősen. Bocsánat, azt még visszatérve itt a jobb oldalon láthatjátok ezt az úgynevezett scorecardot, tehát ezek a kötelezően teljesítendő dolgok, a prerequisitek az elején, és utána jönnek ugye az egyes kategóriákban az opcionálisan teljesíthető kreditek, és ugye ezekért járnak különböző pontszámok, és elérünk egy minimum 40 pontot, ugye akkor minősíthető az épület. Na most ehhez képest a LEED a legújabb verziójában ezt nagyon-nagyon leegyszerűsítette, teljesen megváltozott a szemlélet, ugye számos kreditet eltávolítottak, tehát most már jóval kevesebb dologra kell odafigyelnünk, történtek kreditösszevonások, egyszerűsítések, tehát hogyha két témakör meg voltak azonos elemei, akkor ezt inkább összevonták, voltak kisebb-nagyobb módosítások. És ami a leglényegesebb, hogy a 100 plusz 10 elnyerhető, illetve bocsánat, a 100 elnyerhető pontból 90 pont a tényleges teljesítmény díjazta, erről fogok még egy kicsit beszélni később, tehát a tényleges energiafogyasztás, tényleges vízfogyasztás, és csak 10 pontot tudunk kapni az úgynevezett olyan egyéb dolgokra, amiket már említettem az előző verzióban, és ilyenek voltak a zöld takarítás, vagy például a fényszennyezés, a különböző ilyen külső felületek karbantartása, a beszerzési irányelvek, tehát összesen 10 pontot tudunk csak kapni az ilyen addicionális dolgokban, és a túlnyomó többségét a pontoknak maga az épület teljesítménye adja, és ugye, hogy miket vizsgál. Tehát meg kell adnunk egy éves energiafelhasználást, tehát attól függ, hogy milyen energiát használunk, ugye elektromos áramot általában mindig, és emellett például gáz vagy felfűtési adatokat, egy éves üzemelési adatokat. Ugyanez vonatkozik a vízfelhasználásra, külső-belső, összesen mennyi vizet fogyasztottunk egy év alatt, szintén megvizsgáljuk, hogy mennyi hulladékunk keletkezett egy év alatt, ebből mennyi volt kommunális, és mennyi, ami újrahasznosítható, tehát jellemzően ugye papír és műanyag. El kell végeznünk továbbra is egy közlekedési felmérést, hogy hogyan közlekednek az épület használói a munkában, illetve van egy ilyen komfortfelmérés, és ilyen úgynevezett TVOC és CO2 szinteket kell mérni a levegő minőség megvizsgálása érdekében, egy reprezentatív, nem kell természetesen minden egyes irodában, de egy reprezentatívnyi irodaterületen meg kell ezt tennünk. És ez egyébként ez az ARC, ez egy online rendszer, oda kell minden adatot betáplálnunk, és úgy fog kijönni a minősítés pontszáma, mint hogy itt látjuk itt a bal oldalon ezen a kis ábrán, ugye energiában, vízben, hulladékban, közlekedésben, és ebben az úgynevezett Human Experience kategóriában mennyi pontot ért el a házunk, és ez alapján milyen minősítési szintet értünk el. Ugye amit még meg kell adni, az összehasonlításhoz az épületnek a méretei, az, hogy mennyi ideig van gyakorlatilag nyitva, mennyi ember használja az épületet, mennyi
mennyi látogatója van az épületnek, ugye ez fontos ahhoz, hogy össze tudjuk hasonlítani más épületekkel, és gyakorlatilag ebből az összehasonlításból adja aztán majd az épület eredményét. Ugye itt látható pár screenshotot beemeltem, meg kell adni a kilovattóra fogyasztást havi bontásban, a második képen látjuk a közlekedési felmérést, vagy milyen, amit ki kell tölteni a bérlőknek egy, azt hiszem minimum 25%-ának, de ugye minél többen töltik ki, annál jobb. Ugye az alapján vizsgálja az épület környezetterhelését közlekedés szempontjából, illetve egy ilyen ház elégedettségi kérdőív is része a minősítésnek. Szóval milyen költségei vannak? A regisztrációs díj az 1050 euró, vagy 1054 euró, és itt is változás történt, míg korábban a 4.0-as verzióban 33 eurós per négyzetméter költséggel lehetett számolni, ezt most lecsökkentették 0,2 euró per négyzetméter költségre. Ami plusz költségtételt jelenthet, ez az úgynevezett TVOC és CO2 mérés, tehát ezzel egy szakembert kell megbíznunk, aki egy már említett reprezentatív mérő a területen elvégzi nekünk ezeket a levegőminőségi méréseket, és erről csinál egy riportot. És ugye az újra minősítés, ami immáron 3 évente esedékes, annak is van egy ilyen 0,2 eurós per négyzetméter díja. És hogy miért jó ez ez az egyszerűsített rendszer, vagy mit tud támogatni. Tehát például az úgynevezett ESG célokat, ezekről ugye nagyon sokat hallunk mostanában, az ESG az az Environmental, Social and Governance szavaknak a rövidítése, és egyre több, különösen nagy vállalat ad ki ilyen jelentést, és ez az új verziója a LEED-nek, ez akár a riportálásunkat is megkönnyítheti, hiszen az egész energiafogyasztásunk, vízfogyasztásunk, hulladéktermelésünk, ugye a közlekedéssel, valamint az emberek jólétével kapcsolatos dolgok havi szinti bontásban megtalálhatók ebbe az online rendszerbe, amiben ezt vezetnünk kell. Ez aztán kiszámolja nekünk ugye az épületnek gyakorlatilag a környezeti lábnyomát, az úgynevezett Scope 1 és Scope 2 kibocsátást is. És tulajdonképpen ezzel új célokat is tűzhetünk ki magunknak. Tehát, hogyha elértünk egy bizonyos energiamegtakarítást, vízmegtakarítást, hulladék, ugye kevesebb hulladékot termeltünk, akkor jövőre akár új célokat tűzhetünk ki azért, hogy még több energiát spóroljunk, még több vizet spóroljunk, és ezáltal adott esetben az épületünknek a minősítési szintje is növekedhet. Valamint ezek az összegyűjtött adatok akár különböző ESG, hát indexnek vagy ESG-t támogató, ESG riportokat támogató rendszereknek is bemenete lehet. Ilyen például ez az úgynevezett GRESB, amit kifejezetten az ingatlanos cégek számára, vagy az ingatlan, főként ingatlannal foglalkozó cégek számára hoztak létre, ami gyakorlatilag az ESG-nek egyfajta mérője, és ezeket a LEED minősítés során begyűjtött adatokat, ezt nagyon könnyen tudjuk import vagy exportálni ebben a rendszerben, ezzel is megkönnyítve az ESG riportunknak az elkészítését. Szerintem bőven időben vagyok, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha bármi kérdés lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor természetesen állok majd rendelkezésre, és tovább is, vagy vissza is adom a szót Henninek és Editnek a továbbiakban. Köszönöm. Köszönjük szépen, Norbi, a részletes tájékoztatást az új változásokról, és nekem nagyon megragadta itt az utolsó pár dia a figyelmemet az ESG riportálással kapcsolatban. Hogy a közönségnek ezzel kapcsolatban lenne kérdése, én buzdítanám önöket, hogy kérdezzenek, és egyébként Norbi már érkezett hozzá kérdés, úgyhogy azt majd Edit előadása után megválaszoljuk. Úgyhogy akkor átadom a szót Editnek, aki a WELL minősítésről fog beszélni.
Ha már is statisztikákról beszéltem menet közben, akkor a VER-ről is ejtenék néhány szót. Jelenleg Magyarországon két belminősített épület van, de előminősített épületekkel is rendelkezünk, összesen 8 darabbal, és 25 regisztrált épületünk van. És fontos megemlíteni, hogy Magyarországon az első belminősítést a Corbin Technology Park nyerte el a Futurál fejlesztésében, ahol Edith is dolgozik. Úgyhogy ezzel adnám át neked a szót. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Már is megosztom a képernyőt, és folytatom a prezentációt. Én a Futurál Groupnak a fenntarthatósági csoportjában dolgozom, mint fenntarthatósági referens. Feladataim eddig elsősorban a belminősítéshez kötődtek, úgyhogy ezen az előadáson most a Budapesten egyes irodaházunk Health & Safety Rating minősítése megszerzése során szerzett tapasztalataikról fogok elsősorban beszélni. A mai prezentációm elsősorban erről a Health & Safety Ratingről fog szólni. Igyekszem gyakorlati tapasztalatokat átadni, és e köré fog szerveződni az előadásom többi része. Kicsit beszélek még a B1-ről is, miután bemutattam a VER munkacsoportot, és azt, hogy miért tartom fontosnak a Health & Safety Ratinget, illetve néhány záró gondolat mellett el fogom mondani, hogy milyen egyéb ratingjei is vannak a VER minősítésnek. A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete létrehozta a VER munkacsoportot, hogy az egészséges munkakörnyezet, egészséges közösségek kialakítását minél inkább elterjeszte, különböző webináriumokat, szakmai fórumokat, szakmai cikkeket szoktak írni, tartani a munkacsoport tagjai, ezért tavaszától szerencsére én is csatlakozhattam hozzájuk. És én nem fogok nagyon kitérni a Health & Safety Ratingen kívül túl sok VER minősítésre, mivel a munkacsoport létrehozta a WellStandard.hu-t, ahol rengeteg szakmai anyag rendelkezése áll ahhoz, hogy megismerjék az emberek az egész VER minősítést. Miért fontos, hogy egészséges környezetben éljünk? Azért, mert az életünk 90%-át beltérben éljük le, ezért nagyon fontos, hogy milyen környezeti hatások érnek minket az épületen belül. Az International Well Building Institute létrehozta a Délosz fejlesztésével a Well-Building standardet, amit különböző tudósok, orvosok és szakértők fejlesztettek ki. Ez egy harmadik fél által hitelesített minősítési rendszer, amit a nagy teljes átfogó Well-Building Standard Certification 3 évente kell, és az apró tematikus ratingeket pedig évente kell újra minősíteni. Ezáltal is biztosítva azt, hogy tényleg megfelelő környezetben élhessünk. A reziliens épületekben lehetünk csak reziliens épülethasználók, úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy milyen környezetben élünk. A VEL minden egyes minősítése összhangban van az ENSZ-nek a fenntartható fejlődési céljaival. 17 cél közül 16 megtalálható a minősítések során. Ez az online digitális kézikönyvben is minden egyes témakörnél jelölve van, hogy éppen melyik célra van összhangban. 2014-ben indult el a Well-Building Standard a V1-es verzióval. Ez később fejlődött egy pilot V2-es verzióba, majd pedig 2020-ban egy graduated V2 verzióra. Emellett kiadták 2020-ban a Well Health and Safety Ratinget, illetve 2022-ben, most áprilisban indult a Well Performance Rating. Amit tudni kell, és már korábban is említettem, hogy van egy ilyen globális, átfogó, nagyon sok témakört lefedő nagy certification, amit mi belminősítéseknek szoktunk Magyarországon emlegetni, és ebből levezetett kisebb tematikus, kevesebb követelménnyel rendelkező minősítések is vannak, és ezeket pedig ratingeknek hívják. Néhány szót azért mondok a V1 és a V2 közötti különbségekről, mert Magyarországon még mindig nagyon sok V1-es pre-certified épület van, de most már csak a V2-ben lehet regisztrálni az épületeinket.
Összefoglalóan annyit lehet elmondani a V1-ről, hogy ez egy sokkal nehezebb, sokkal merevebb rendszer volt. Ennek a hétnek az elején volt lehetőségünk egy ausztrál székhelyű minősítő intézetnek, tehát a Performance Testing Organization egyik agentjével, tehát ügynökével beszélni, és ő azt mondta, hogy az épületek a V1-ben, tehát a V1-es rendszerben mért épületek legalább 50%-a az első alkalommal el szokott bukni. Úgyhogy ezért is volt rá szükség, hogy az International Building Institute kihozza ezt a V2-es minősítést. A képen jól látszódik, hogy egy plusz szintbe került, ez a bronz szint, amit a belkor épületek tudnak megszerezni, és itt érdekes, hogy már a belépő szintnél is sokkal több optimalizációs kredit megszerzését kéri a követelmény az előkövetelmények mellett. A feature-ök száma nagyjából változatlan maradt a V1-hez képest, viszont a precondition-ok száma lecsökkent, ezáltal megnőtt az optimalizációs kreditek száma. Ez azt jelenti, hogy egy épületet sokkal jobban a fejlesztő vagy a szervezet igényeire lehet szabni, ezáltal egy sokkal rugalmasabb rendszer jött létre. A maximálisan megszerezhető pontszám az 110, ezek között 10 az innovációs kredit. Minden egyes témakörben maximalizálva van a megszerezhető pontszám 12-re, illetve attól függően, hogyha valaki nem WELCOR minősítést szeretne szerezni, akkor attól függően, hogy milyen szintet célzott meg, minimum pontszámokat kell megszerezni minden egyes koncepción belül. A koncepciók száma megnőtt 7-ről 10-re, betölte egy materials és egy community, tehát egy anyagokkal és a közösséggel kapcsolatos témakör is, illetve a komfort is ketté vált, akusztikára és termálkomfortra, a fitness pedig átnevezték. Egy nagyon jó interaktív felület jött létre a wellcertified.com-on. Itt oldalt meg lehet nézni a nagy témaköröket, azon belül a kisebb témaköröket, illetve nagyon sok információt tud prezentálni ez a honlap. Ami még nagyon fontos, hogy itt most már egyetlen egy követelmény nem egy pontszámot jelent, illetve ahhoz, hogy, hogy pontszámokat tudjunk szerezni, nem kell az összes részt pontszámot vagy részt teljesítenünk, tehát ezáltal összesen valahol 180 és 200 pont szerezhető. És ahogy említettem, összesen, mármint, hogy 180 pont és 200 pont közül lehet választani, hogy mi az a maximálisan 110 pont, amit meg akarunk szerezni, tehát ezáltal nagyon rugalmas ez a rendszer. És akkor térjünk is át a Health and Safety Ratingre, amit 2020-ban hozott létre a COVID hatására a minősítő szervezet. Az ott tapasztalatunk, hogy ha csak a COVID-ra feletetjük meg a követelményeket, akkor az megfelel az IWBI-nak, viszont van néhány követelmény, ahol kéri, hogy ne csak a COVID-ra, hanem mondjuk ipari, természeti, egészségügyi és mondjuk emberek által okozott katasztrófára vagy vészhelyzetre is készüljünk. Biztos önökben is felmerült a kérdés, hogyha a COVID lecsengőben van, akkor miért van még mindig szó a Health and Safety Ratingről. Erre azt tudom mondani, hogy sajnos a klímakutatók azt mondják, hogy a jövőben egyre több, egyre veszélyesebb és egyre gyakoribb járványra kell készülnünk. Úgyhogy muszáj felkészíteni az épületeinket és a szervezeteket. Ráadásul, hogyha tovább is gondoljuk, a COVID-on túl is kicsit átgondoljuk ezeket a követelményeket, akkor egy igazán rezilliens épületet tudunk létrehozni. A Health and Safety Rating főleg az üzemeltetési kérdésekre helyezi a hangsúlyt, illetve a veszélyhelyzetekre kell fölkészülni. Ahogy mondtam már, ez egy évre szóló minősítés, sokkal könnyebb megszerezni, mint egy WELL Building Standard minősítést, időben is sokkal gyorsabb, költsége is sokkal alacsonyabb, nem igényel akkora tőkét, mint mondjuk egy Building Certification, illetve egy stratégia, amiben főleg az operációs
folyamatokat szabályozza egy kicsit, ez egy sokkal több épületre is ráhúzható. Nincsen helyszíni mérés, de nehogy valaki azt higgye, hogy ez azt jelenti, hogy a papírra bármit le lehet írni, mert bármit elír a papír, ugyanis az egyéves újraminősítések során be kellett még bizonyítanunk, hogy valójában megtettük azokat a lépéseket, amit annól megígértünk, tehát például évente be kell adni a takarítási protokollról, az oktatási jegyzőkönyvet, első segélynyújtó tanfolyamról a jegyzőkönyvet, a bérlők tájékoztatásáról mindenféle dokumentációt le kell adnunk, tehát utóbb van követve. És ami még fontos, hogy van átjárhatóság a V1 és a Health and Safety Rating, illetve a V2 és a Health and Safety Rating között. Erről meg egy kicsit később még lesz szó. Nagyon sokféle típusú épületre alkalmazható, tehát nem csak irodákra. És akkor most egy kicsit rátérnék, hogy a Futurel miért kezdett bele a Health and Safety Ratingbe. Egyrészt, ahogy már a Henrietta is mondta, a Futurel volt az első ingatlanfejlesztő, aki Magyarországon WELL Certified épületet hozott létre. Ez a Corvin 5-ös irodaházunk volt, az egy WELL épület, tehát mi már nagyon régóta próbálunk mindig az újdonságok után kutatni. A Health and Safety Ratingben is szerettünk volna valahol az első között lenni, akik megszerzik. Kíváncsiak is voltunk, innovációt is láttunk benne, és fontosnak tartottuk, hogy egyrészt példát mutassunk a piac számára, másrészt pedig az épülethasználónk is biztonságban érezik magukat az épületben, érezik azt, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fertőzéseket elkerüljük. 5 plusz 1 témakör köré szerveződik a Health and Safety Rating. Jelöltem azokat a pontokat, amik majd a V2-ben előkövetelmények is lesznek, ugyanis ez a témakör, ez a V1-hez képest teljesen új, és a V2-ben viszont nagyon sok hasonló párhuzamos követelményt lehet találni. A 27 pont szerezheti az innovációs kreditekkel együtt, ebből 15 pontot szükséges megszerezni ahhoz, hogy meglegyen a minősítés, itt nincsen különböző szint. Az első témakör, ami az egészséges, tiszta, higiénikus környezet kialakítását kéri, az SC1-es az egy viszonylag könnyen megszerezhető kredit, itt a kézmosásnak a megfelelő feltételeit kell megteremteni, ezt szerintem minden irodaház már figyelembe veszi. Itt talán a legnagyobb nehézséget az illetmentes szappan kialakítása és a piacon való megtalálása jelentette. Ami még egy extra kérés volt, hogy a kézmosás megfelelő lépéseiről egy információs táblát helyezzünk el. Az SC2-ben fel kell mérni az összes gyakorta érintett felületeket, illetve végig kell gondolni, hogy hogyan lehet ezeket a kontaktokat csökkenteni. Például itt gondolni kell érintésmentes csaptelepekre, szappanadagolóra, hogyan lehet érintésmentesen használni a lifteket, hogyan lehet érintésmentesen bemenni az épületbe, stb. Stb. Az SC3-as az a takarítási terv, ezzel minden irodaház rendelkezik, nyilván egy fokozott takarítást kívánnak meg, illetve hogy arra is figyeljünk, hogy milyen tisztítószereket használunk, mert nem csak a környezetet, illetve az épület használókat, hanem a takarító személyzetet is óvnunk kell a veszélyes anyagoktól. Ehhez kapcsolódik az SC2-es, itt biztonsági adatlapokat kellett bekérnünk, és van a Globally Harmonized System Code, ami pedig az egyes takarítószereknek a veszélyességi tulajdonságait jeleníti meg, hogyha valami ellentétben állt a WELL Building Standard, vagy a Health and Safety Rating által megengedettel, akkor azt nem szabad használnunk. Az SC5-ös kredit a fertőzések ellen próbál fellépni, a távolságtartásra próbálja ösztönözni az embereket, úgyhogy nekünk is az volt a feladatunk, hogy például egy ilyen protektív taxit helyezünk el a recepciós pultnál, tegyünk ki távolságtartásra ösztönző
padlómatricákat, fali információs táblákat. Itt arra még felhívnám a figyelmet, hogy ha valaki most tervezi az épületét, akkor ezt a kreditet érdemes figyelembe venni, mert a kredit olyanokat is kér, hogy arra is figyeljünk, hogy mondjuk külön ki- és bejárat legyen egy épületbe, vagy mondjuk a mosdóban legyen külön bejárat, vagy mondjuk egyirányosított folyosók legyenek, és ez már egy megépült épületbe nagyon nehéz implementálni. Itt lehet sakkozni, hogy pontosan melyik követelményeket, melyik pontokat fogjuk megszerezni a követelményen belül, mert vannak olyan követelmények, amiknél az egész leírást teljesíteni kell, és van olyan, ahol mi választhatunk ki, hogy nekünk mi a legmegfelelőbb. Itt hoztam gyakorlati példákat, nagyjából így néz ki egy megfelelő kézmosóhelyiség. Ugye arra van, arról szól az egész kredit, hogy a kézmosás az sokkal hatékonyabb, mint hogyha csak egy kézfertőtlenítő gélt használnánk. Ez itt az SC5-ösre a példa, ahogy mondtam, mindenféle tájékoztató táblát kihelyeztünk, maszk használatra hívtuk fel a figyelmüket, mi is próbáltunk itt egy kicsit egyirányosítani. A következő témakör az a vízhelyzeti felkészültséget vizsgálta. Ez egy teljesen új témakör a B1-hez képest, a B2-ben viszont az összes pont itt megjelenik, amit a dián is látható. Az első, az SE1, az egy Emergency Preparedness Plan, tehát a vészhelyzete való felkészülési program. Magyarországon futurálon belül erre már volt egy bizonyos procedúra, viszont nem gondoltunk minden egyes kritikus lépésre. Itt van az, ahol kéri a követelmény, hogy ipari, egészségügyi, természeti és ember által okozott katasztrófára készüljünk föl. Nagyon fontos, hogy megfelelően tájékoztassuk az épülethasználókat, hogyha van valamilyen krízis, és hogy hogyan tudnak ellene tenni. Itt én szakértő bevonását javaslok egyébként. Az SE2 az a üzletmenet folytonosságot kéri, mivel mi korban minősítettük az épületünket, és ez a követelmény ez főleg arra tér ki, hogy hogyan lehetne hazaküldeni home office-ba a dolgozókat. Ugye egy biztonsági szolgálatot, egy takarító szolgálatot nem lehet hazaküldeni, hanem muszáj az épületen dolgoztatni őket, viszont az összes többi követelménye viszont megépjük a helyszínen dolgozó munkavállalóinkat is. Az SE3 az a egészséges visszatérésre egy program. Itt főleg azt kérik, hogy legyünk kapcsolatban az épülethasználókkal, nézzük meg az ő igényeiket, ahhoz alkalmazkodjunk, és fokozatosan térjenek vissza az emberek az irodaházba. Az SE4 az egy nagyon fontos követelmény szerintem. Itt vészhelyzeti eszközöket, illetve tréningeket ír elő, például, hogy defibrillátor legyen elhelyezve az épületen elérhetően, EpiPen injekciókat kellett elhelyeznünk, egészségügyi dobozokat kellett elhelyezni több helyen, és ami még nagyon fontos, hogy azt kéri, hogy egészségügyi tréningeket tartsunk a minél több épülethasználónak. Az SE5 arra hegyezik ki, hogy lehetnek olyan katasztrófák, amikor mondjuk egy-két napot az épületen belül kell eltölteni, ehhez megfelelően biztonságos helyet kell létesíteni, illetve épületet, vizet, takarót, zseblámpát kell biztosítani az épülethasználóknak, mivel mi korban minősítettünk, ezért nekünk csak a közvetlenül az üzemeltetésben dolgozókat kell ilyen szempontból ellátni, de két helyet is kijelöltünk, egy multifunkciós szobát, ahol egy-két ember tud elhelyezésre lenni, például, hogyha karanténba kell menniük, de mondjuk otthon ezt nem tudják megoldani, mert mondjuk idős szülők vannak, vagy mondjuk egy természeti katasztrófában megsérült a háza, illetve egy nagyobb tér, ami pedig a pinceszinteken talált kialakítása, ugyanis szerintem négy dolog, ami nagyon fontos, hogy egy ilyen menedékhelyen rendelkezzen. Az egyik az, hogy jól biztonságosan lezárható legyen, legyen temperálva, tér megfelelő szellőzéssel legyen ellátva, illetve mosdózóházási lehetőség legyen, és erre például a biciklis öltöző az egy tökéletes helyszín volt. Az SE6 pedig um,
most hirtelen ugrok tovább, mert nem jut eszembe. Az SN4-nél mi ezeket helyeztük el a helyszínen, legalábbis abban egy példa. Itt az EpiPenre hívnak fel a figyelmet, ez ugye egy anafilaxiás sok esetén lehet életmentő, tehát hogyha valaki ételallergiában szenved, nekünk szerencsénk volt, mert az egyik bérnünk egy gyógyszertár, a másik pedig egy multiklinika, és az ő hozzájárulásokkal a helyszínen tudunk biztosítani ilyen EpiPeneket. Illetve ez a multifunkciós szoba, amiről szó esett, itt is lehet elhelyezést találni, illetve az is nagyon fontos, hogy egy vészhelyzet esetén mindenki tudja, hogy pontosan kihez kell fordulni, milyen hatóságokhoz, illetve a belső épületen belüli kommunikáció is nagyon fontos. Nyilván ennek még számos aspektusa van, de van, amit nem akartam beáratni, mert ők belüli kommunikációs láncról lett volna szó, tehát a telefonszámokról. Nagyon nagy szerencsénk van a magyar társadalombiztosítás által, mert a harmadik témakörben az egészségügyre fókuszál, nagyon sok automatikusan teljesül. Ilyen például, hogy a betegszabadság megléte biztosítása, az SH2-nél pedig a teljes egészségügyi rendszer, ez nálunk a társadalombiztosítás egy az egyben lefedi, úgyhogy ezt csak dokumentálni kellett. Nagyon fontos, hogy megfelelő mentális egészséget tartsunk fent az embereknél, úgyhogy itt különböző témákban kell hivatalos szakemberek által mentális tanácsadást tartani. Az SH4 ez a vakcinázásra fókuszál, ugyanis minél több vakcinázott ember egy országban, annál kevésbé lesz megterhelve az egészségügyi rendszer. Itt a Futurálnál újdonság volt a Health and Safety Rating miatt, hogy aki megkapta a harmadik vakcinát, az egy adott napon szabad napot kapott, aki meg még nem, ő pedig majd, amikor beadatja a harmadik vakcinát, akkor mehet el egy teljes szabad napra, illetve egy plusz home office napot is kaptunk, illetve a dohány füstmentes környezet kialakítása, ami meg már nagyon sok helyről ismerős mindenkinek. Erről többet nem szólnék. Itt például látható középen, hogy fel kell hívnunk a dohányzás veszélyeire is a figyelmet, ott, ahol éppen kijelölt dohányzó hely van, ezt meg is tettük, minden máshol viszont tiltani kell. Nagyon fontos, hogy megfelelő levegő és vízminőség legyen egy épületben, főleg miután hosszú időre nagyon kevesen használják az épületet. Amikor visszatérnek a dolgozók az irodaházba, akkor muszáj, hogy az életvédelmi, a víz, az elektromos és a szellőztető rendszert újra vizsgáljuk, hogy megfelelő, nem egészségesen, nincs semmi baktérium, kórokozó a levegőben. Itt az egyes, kettes pontnál a gépészek, illetve a tervezők segítségét érdemes kérni. Azt vizsgálják, hogy mennyi friss levegő lehet az irodaházban, anélkül, hogy recirkuláltatnánk a levegőt. Hogyha megnöveljük a friss levegő beáramlást, vagy mondjuk jobb filtereket helyezünk el, akkor az mennyivel növeli meg az energiafelhasználást. A legionella terv az ismerős mindenkinek, már kötelező egy kockázatértékelést. Mellé kell rakni, hogy az irodaház legionella tervéhez képest milyen pluszokat kér, mint a Health and Safety Rating. Vizsgálni kell levegőminőséget, illetve vízminőséget, ez a B1-ből, B2-ből ismerős lehet. Követelmény nincs rá, csak vizsgálni szükséges, ugyanúgy, ahogy a szellőztető rendszert is, illetve az épület szerkezeteket, hogy például vizesedés, gombásodás, fenészesedés valahol feláll le. Itt is, amikor a résztvevőket kell bevonni, az SS1-es az szintén ismerős lehet a V1-V2-ből, ugyanis fel kell hívni az egészséges életmódra, környezetre, az épület használók figyelmét, ugyanúgy meg kell adni, hogy milyen pontokat szereztünk meg a Health and Safety Ratingben, és az SS2-es, ami még érdekes volt számunkra, ugyanis az egyik lobbyingban van egy kávészó, velük nem kötöttünk szerződést a Health and Safety Ratingre, úgyhogy csak az ő jó indulatokra tudtunk hagyatkozni, hogy ezt a pontot meg tudtuk szerezni. Itt ugye a biztonságos élelmiszerellátást kell biztosítani, és mivel ők egy HACCP kézikönyv szerint végzik, meg irányelvek szerint végzik a működésüket, amit évente egy harmadik fél
vizsgál, ezért ezt a kreditet nekünk sikerült megszereznünk. Vannak innovációs kreditek, erről szerintem most már, mivel lassan kifutok az időből, nem beszélek, de itt is elég sokat meg tudtunk szerezni a 4-ből. A harmadikra hívom fel mondjuk érdekességként a figyelmet, hogy ez egy automata takarítógép, ami a pénzeszinteken szokott nálunk járni. Amit mondtam, V1 esetén egyirányú az átjárás, V2 esetén kétirányú. Van egy Web Performance Rating, ami ebben a hónapban jött ki. Itt főleg azokra a kreditekre fokuszálnak, amit a Web Rating Standardnél a PV során, tehát a helyszíni tesztelés során is vizsgálnának. Levegő, víz, fény, akusztika, termálkomfort, illetve figyelmet fordítanak arra, hogy az épület használók milyen visszajelzést adnak, illetve ígérték, hogy az évben kijön egy ilyen health equity rating is, ami igazából azzal foglalkozik, hogy minden egyes ember egyenlő eséllyel jusson hozzá az egészséges környezethez. Amiért fontos, hogy egy ilyen ratinget megszerezzen, szerintem egy évben nem csak korban, hanem mondjuk a bérlőinket is szeretném erre biztatni, mert hogy az egész well-being standard arra megy rá, hogy ha egészséges, kellemes a környezet, akkor a munkavállalók sokkal produktívabbak. Tehát ez igazából a cégeknek is megéri. Én itt hoztam szintén egy polt, nekem egy kicsit ilyen piackutató jellegű kérdéssel készültem. Az a kérdésem, hogy önök melyik well-minősítést tartják a legfontosabbnak a három közül. Edith, te látod a szavazást, vagy felolvassam? Igen, köszönöm szépen, én látom. Úgy látom, hogy a Well-Being Standard V2-re érkezett a legtöbb szavazat, illetve utána a Health and Safety Ratingre. Igazából, hogy ha erre szeretnék reflektálni, akkor annyit tudnék mondani, hogy a Well-Being Standard az nagyon sok mindent már magában foglal a Health and Safety Ratingből. Egyébként a ratingek talán még azért is jó, hogyha valaki nem mer rögtön nekiugrani egy Well-Being Standardnek, akkor mondjuk elkezdi kis lépésekben, és akkor majd utána tovább viszi a pontszámokat a Well-Being Standardben. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és bocsánat, hogy egy kicsit tovább tartottam. Semmi gond, nagyon szépen köszönjük Editnek. Nagyon kimerítő volt, és nagyon részletes volt. Szerintem most volt az első alkalom, hogy a Health and Safety Ratingről ilyen részletes előadást hallhattunk. Úgyhogy én mindegyik előadónak nagyon szépen köszönöm az előadását, és most áttérünk akkor a Green Talk-nak a talk részére. Tehát nyugodtan kérdezzenek folyamatosan a Q&A ablakban, vagy készpertartással jelezhetik, hogyha szót kérnek, és akkor fogunk adni. De addig is kérném az előadókat, hogy kapcsolják be a kamerájukat, illetve a mikrofonjukat. És érkeztek már egyébként kérdések az előadások alatt is, akkor én már Norbinak említettem, hogy lesz hozzá egy kérdés, amit akkor most fel is olvasnék, és Medvecki András a Siemens-től van itt körünkben, és ő kérdezte, hogy a komfortparaméterek esetében PM2,5, ha jól felolvasom, szennyezés mérését milyen esetben írja elő a minősítési eljárás? A PM2-t az inkább a well minősítésben kap nagy szerepet, ott viszont tényleg nagy szerepet kap, mert ott kötelező maximális értéket betartani az épületen belül. Amit én említettem, LEED minősítés abban nincsen, abban TVOC van, illetve CO2 mérés. Úgyhogy tehát a LEED minősítésben nem, viszont a WELL minősítésben ott igen komoly szerepe van. És bocsánat, a WELL minősítéssel kapcsolatban akkor esetleg Edith tudnál erre a kérdésre válaszolni? Igen, bocsánat, meg tudnád ismételni a kérdést, kérlek. Igen, hogy a komfortparaméterek esetében PM2,5 szennyezés mérését milyen esetben írja elő a minősítési eljárás? Minden esetben. Ezt a performance rating során vizsgálják, illetve később is évente is kell vizsgálni.
elég szigorú a határérték, a PM2,5-nél 15 mikrogram per köbméter a határérték, viszont a V2-ben rugalmasabb a V1-hez képest, ugye itt mondtam, hogy a V1-je abban nagyon sokan elbuknak, hogy attól függően, hogy kint milyen a levegő minőség, attól függően kaphatnak az épületek egy kicsi könnyítést. Köszönjük szépen! Egy következő kérdés Stadler Zsoltól érkezett, és a DGNB minősítések elterjedésére vonatkozik a kérdés, hogy ezt mind a három módokhoz intézem, és nem tudom meg, melyikőtök vállalkozik a válaszadásra, hogy milyen magyarázatot, illetve indokot tudnátok elmondani, tekintve, hogy elég csekély a DGNB minősítések száma Magyarországon. Hát igen, én, ha átvehetem a szót, én azt gondolom, hogy ez részben azért, hogy ez kifejezetten német nyelvterületen elterjedt minősítés, ez Németországban és Ausztriában nagyon népszerű, Magyarországon és egyébként a környező országokban inkább szintén a német fejlesztők által propagált minősítésről van szó. Én egyébként úgy tudom, hogy elég szigorú is, tehát ez is részben gátja lehet annak, hogy kevesebben használják. A másik pedig egyszerűen nem tudott már teret nyerni az elképesztő módon elterjedt, ugye világszinten talán a LEED, sőt biztosan a LEED a legelterjedtebb, Európa szinten a BRIM, tehát ezek mellett már én azt gondolom, hogy nem nagyon tudott labdába rúgni, tehát egy-egy harmadik minősítési rendszer, mindig leteszik a voksukat LEED vagy BRIM mellett, én azt gondolom, hogy már egyszerűen nem jutott hely a DGNB-nek, hogy jobban elterjedjen a német nyelvterületen és esetleg a német fejlesztőkön kívül. Igen, nekünk is ez a tapasztalatunk itt a HUGBC berkein belül, hogy inkább ugye a német vagy az osztrák fejlesztők választják a DGNB minősítést. Akkor érkezett egy olyan kérdés, ami úgy látszik nem csak engem izgatott, hogy az ESG jelentésekben, hogy a Norbi említette, hogy a LEED a rating vagy a statisztika nagyon jól integrálható, és mi a helyzet a BRIM esetében? Dóri, erre tudnál-e válaszolni? Hát ez egy nehéz kérdés, ugye az ESG-nek az E oldalát fedjük le tulajdonképpen mi a BRIM és a LEED minősítésekkel. A WELL minősítés már szerintem az S a social oldalt is érinti, és hát ugye a governance az még egy ilyen rejtély. Ugye nyilvánvalóan mindennek van finanszírozási oldala is, meg megfontolása. Tulajdonképpen ennyit tudok mondani a kapcsolódásról. Ez most egy nagyon felkapott szó, ez az ESG minősítés. Ennek a keretrendszerén minden ország jelenleg dolgozik, hogy ki tudjuk elégíteni a piacot, hogyha egy ilyen tanulmányt kérnek, de tulajdonképpen ezt tudom mondani összefonódásként, hogy az E részét, mint environment, ezt tudjuk lefedni a minősítésekkel. Köszönöm szépen. Akkor a WELL-el kapcsolatban is jött egy kérdés, ezt mindjárt elő is keresem. Igen, Edithhez fordulnék, hogy miért tartott fontosnak a WELL Core minősítést, hogyha az épület használók nagy része egyébként bérleményi területen tartózkodik legfőképpen? Azért, mert az a tapasztalatunk, és ezt WELL-nek a csoporton belül is többször megvitattuk, hogy azok a bérlők, akik WELL Core minősítés nélküli épületen tartózkodnak, sokkal nehezebben tudják megszerezni ezt a minősítést. Tehát, hogy aki szeretne Fiteo minősítést felben, érdemes olyan irodaházat választani, ami már rendelkezik Core minősítéssel. Uh-huh. Illetve, hogyha mondhatok egy szót még kapcsolatban, hogy ugye én is arról beszéltem, hogy mi az a kidolgozottsági szint, amíg egy fejlesztő minősít. Tehát ez ugyanúgy érvényes a LEED-re is, meg a WELL-re is, hogyha egy fejlesztő csak sellent kórig minősít, akkor nagy valószínűséggel a bérleményeit, ugye mivel nem építik ki teljes mértékben, ezért a kór minősítésre fog menni, hogyha megcélozza a WELL-t is. És akkor a bérlő, mivel saját magának alakítja ki a burkolatait, a lámpáit, ugye ezeknek mind különböző TVOC kibocsátása van, ugye akkor már egyedi bérlőnként kell megfontolni a bérleményi területen belül
hogy mit épít be az ember, és akkor ilyen módon nem lehet minősíteni teljes mértékben a vel szerint sem, csak kor szintig. Köszönöm szépen. A Well Health and Safety Ratinggel kapcsolatban még nincs olyan sok regisztráció, vagy nem érkezett, hogy mi a tapasztalat, így futurál, gondolom, hogy van tapasztalat, vagy vannak tervek, hogy a piacon ez milyen gyorsan fog elterjedni, és mondjuk milyennek a drivere. Az, hogy milyen gyorsan fog elterjedni, ezt nem tudom. Azt viszont látom, hogy eddig mennyire terjedt el. Mi vagyunk az ötödik health and safety rated bármi, mert hogy tudni kell, hogy előttünk három fit-out bérlemény szerezte meg, vagy hát egy cégnek a három fit-out bérleménye, van egy titkos private projekt, és akkor mi vagyunk az ötödikek. Talán most lehet, hogy a COVID miatt, hogy kicsit lecsengőben van, azt fogják mondani, hogy hú, hát ez nem is olyan fontos, de szerintem el fog még jönni az az idő, amikor megint előkapjuk ezt a témát, illetve azt is fontos azért tudni, hogy a V2-es az már nagyon sok követelményt magában foglal a health and safety ratingből. De ahogy mondtam, hogyha valaki nem akar rögtön meg nekiugrani a V2-es standardnek, akkor érdemes egyébként egy ilyen ratinget csinálni. Akár csak azt megnézni, hogy megy egy ilyen folyamat, mert ugyanúgy össze kell állítani a scorecardot, dokumentációt ugyanúgy be kell adni, ugyanúgy van egy review, szóval, hogy ez igazából akár gyakorlás is lehet. Köszönöm szépen a választ. A közönség most nem volt annyira aktív a kérdések feltevésében, úgyhogy ha nincsen további hozzászólás, de azért még várunk egy keveset vagy kérdés, akkor de közben nyugodtan gondolkozzanak, akkor én megköszönöm az előadóknak a közreműködését, és még visszaosztanám a képernyőmet egy prezentációs slide erejéig, mert a következő alkalomra szeretném fölhívni az önök figyelmét. Május 25-én is lesz Green Talk, akkor egy órás lesz, és a dekarbonizációról fogunk beszélni a logisztikai szektorban, illetve a logisztikai parkokban. Ugye itt a minősítések kapcsán is megemlítettem a bevezetőmben, hogy egyre inkább elterjed logisztikai parkokban, ugye jellemzően vidéken, Budapest környékén a minősítési rendszerek használata. Most kifejezetten a dekarbonizációról fogunk majd beszélni. És akkor végezetül engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmet egy nagyon fontos rendezvényünkre. Május 10-én lesz a HUGBC éves konferenciája, a Green Future Conference, amelynek az idei címe nulla vagy semmi. Ez a hangzatos cím, ez azért van, mert legfőképpen a net zero, vagyis a nettó nulla karbonkibocsátású épületek lesznek a fókuszban. Természetesen megspékelve olyan hívószavakkal, mint a korábban is említett ESG vagy ESG, de fogunk beszélni az EU taxonómia rendeletről és az ahhoz tartozó követelményekről, illetve hogyan tudjuk azt teljesíteni itthon Magyarországon, és körforgásos épületekről is lesz szó, úgyhogy minden a fenntartható és környezettudatos épületek köré csoportosul. Úgyhogy én itt megköszönném akkor még egyszer az előadóknak és önöknek is a részvételt, és további szép délután kívánok. Viszontlátásra!